Filmünk egy szökés igaz történetét beszéli el az érintett beszámolója, híradások és nyilvános felvételek alapján. Egy férfit az Egyesült Államok egyik legszigorúbban őrzött fegyintézetében egy szörnyű bűncselekményért tartanak fogva. Sok sikert! Szökése felére csodával. Számítok rád. Kint találkozunk. Állj! Gyere! Szökevények alagút a bizonytalamba. Állami szigorított börtön, Michigan City, Indiana. Lance Betrill vagyok. Erőszakos nemi közösülésért zsupoltak be. Mindenki ki az árkából! Őszintén megbántam a tettemet, de a sitten ez senkit se hat meg. A szexuális bűn elkövetőket mindenki leköpi és alázza, ahogy csak tudja. Talán azt hiszik, hogy a folyamatos csicskáztatás miatt szöktem meg, de tévednek. A lelkem mélyén én is éreztem, hogy börtönben a helyem. Mert addig se csinálok semmi hülyeséget, és a rács mögött megjavulhatok. Az indiánai állami szigorított börtön az egyik legszigorúbb fokozatú büntetés végrehajtási intézmény az Egyesült Államokban. Több mint 2000, háromnegyed részben gyilkosságért elítélt személyt tartanak itt egy szűk helyen összezárva. Szigorú hierarchia érvényesül. A szexuális bűnelkövetők a rangsor legvégén állnak, és állandó életveszélyben vannak. Nagyon veszélyes, sötét egy hely. Az egyik nap épp az ellátmányraktárból jöttem kifelé, amikor egy csávó rám támadt, és megpróbált kifosztani. Tudtam, hogy védekeznem kell, különben rám fognak szállni. De az ipse azonnal megbökött. Kellett valaki, aki segít ellátni a sebemet, mielőtt az őrök észreveszik, hogy vérzek. Van egy kis gebasz, így ismertem meg Mark Buert. Ki szúrt meg? Az mindegy. Oké, ülj le. Ez bejöhetett Marknak. Tetszett neki, hogy nem dobtam fel a támadómat. Barátok lettünk. Később meg cellatársak. Azokat a filmeket bírtuk a legjobban, amik valamilyen nagy szökésről szóltak. De kinyírnál valakit, hogy kiuss a sitről? No. Hát én biztos nem, az fix. Kell, hogy legyen egy tuti módszer. Csak az embernek jól meg kell választania a társát. Számomra a szökés ötlete nem volt több sima képzelgésnél. Aztán bekerültem a karbantartók közé, ahogy Mark is. Hey, Lance! Ismerkedj meg Charlie-val! Hello, Charlie! Hello! Végre kezdtek elfogadni a többiek. Eszembe se jutott, hogy meg kéne pattannom. Még egyik nap levelet nem kaptam anyámtól. Apám súlyos beteg. Kórházba vitték, ahol 50% esélyt adtak neki. Csak meg akartam látogatni, hogy a bocsánatát kérhessem, és hogy megígérhessem, hogy jó fia leszek. Amit már évekkel ezelőtt meg kellett volna tennem. Büszke vagyok a fiamra. Az indiánai állami börtön szigorított börtön. A fogvatartottak nem kaphatnak kimenőt. Ez a nagy helyzet. Aki bekerül ide, az itt is marad, amíg le nem üli a büntetését.
Rájöttem, hogy meg kell szöknöm, ha még élve akarom látni az apámat. Szóltam Marknak, hogy kész vagyok olajra lépni vele. Figyelj, barátom, ki kell jutnom. Haza kell mennem. Te nem jössz. Na, ná, hogy veled megyek. A munkámból kifolyólag bármilyen szerszámhoz hozzáférhettünk. És mindenhová szabad bejárásunk volt. Megbíztak bennünk. Az esélyeink ezzel együtt se voltak túl jók. Az indiánai állami börtönből majdnem lehetetlen megszökni. Az egész objektumot kamerák figyelik. Aztán kutyák is őrzik. Kívülről pedig egy 10 méteres erőt fal veszi körbe. A tetején szöges dróttal. Minden oldalról őrtornyok fogják közre. Van belőlük vagy 10 darab. És ha egy elítélt megpróbál átmászni a falon, az őrök gondolkodás nélkül lepuffantják. Rájöttünk, hogy nem a falon át kell meglépnünk, hanem valahogy alatta. Az évek során már többször is dolgoztunk, persze mindig felügyelet mellett a börtön alatti alagutakban. A rabok csatornapatkánynak hívtak bennünket, mert a létesítmény föld alatti rendszereit őriztük. Hatalmas, több kilométer hosszú csőhálózatról van szó, amelyik az egész létesítmény alatt végighúzódik. Tudtuk, hogy az egyik cső a központi csapadékvíz elvezető csatornához csatlakozik, amelyiknek benn a városban, a 10. utcában van a vége. Hogy honnan? A 80-as években nagy hír volt, hogy valakik lyukat véstek a csatornán, bemásztak és elszöktek. Jól van, emberek, mára elég lesz, indulás! Arra gondoltam, hogy nekünk is ezt az utat kéne választani. Csak azóta megerősítették a védelmét. Mindenhová kapukat és rácsokat szereltek fel. Lehetetlennek tűnt, hogy ezeken bárki is átjusson. Ki kellett találnunk, hogyan nyissuk ki észrevétlenül a biztonsági kapukat. Arra jutottam, hogy éjjel kell dolgoznunk. Ha egy fogvatartottnak sikerül éjszaka valamilyen úton módon lejutnia az alagsorba, ott gyakorlatilag azt csinál, amit akar, ugyanis a csöveket senki se őrzi. Csak hogy minket éjszakára bezártak a cellánkba. Ezért meg kellett oldanunk, hogy valahogy le tudjunk jutni az alagsorba. Ekkor merült fel a cellasorok közti folyosó, amit a karbantartók használnak, és középútnak becéznek. Én is egy csomószor dolgoztam a középúton, ezért pontosan tudtam, hogy onnan könnyen le lehet jutni az alagsorba, ahol a csőrendszer is volt. Amikor ez összeállt, elterveztem, hogy fogunk meglépni. Már kezd, nézd meg! Az I-körletből indultunk, ahol a mi cellánk is volt. A középúton keresztül lemegyünk a körletünk alagsorába. Onnan átfúrunk a szomszédos D-körlet alagsorába. Ha sikerül átjutnunk az I-ből a D-körletbe, onnantól már az egész alagút rendszerben szabadon mozoghatunk. Persze a neheze csak ezután következett volna. Átvágjuk az A-körlet alatti biztonsági kaput és még két kaput az F-körlet alatt. Aztán a csapadékvíz elvezető csatornát körbevevő ketrecet és egy csatornafedelet félretolva szépen kimászunk a 10. utcán. Meg tudjuk csinálni? Meg kell próbálnunk. A szökés fecsegésből hirtelen igazi lehetőséggé vált. De egy alig 60 centis keresztmetszetű csőben kúszni-mászni pokoli. Aki beszorul, megdöglik, mint egy patkány. A nemi erőszakért elítélt Lance Betrayal a fal alatt akar kijutni az indiánai állami szigorított börtönből. Már az I-körletből az alagsorba lejutni se volt éppen egyszerű.
Márkkal be kellett jutnunk a cellasarok közti folyosóra, a középútra, amit csak a karbantartók használhattak. Onnan lehetett lemenni az alagsorba, ahonnan lyukat fúrhattunk az alagútrendszerbe. De a középút ajtaját csak egy ügyelő nyithatta ki, tehát meg kellett szereznünk a kulcsát. Ezért a műhelyből kicsempészett faragasztóból és az ellátmányként kapott hintőporból gyurmát készítettem. Az akciónk sikere végül is két teljesen közönséges alapanyagon állt vagy bukott. Amikor legközelebb épp a középúton akadt dolgunk, Mark eldugott egy pár szerszámot. Aztán hívta az ügyelőt. Hé, főnök! Nézze már meg, mit találtam! A középút szűk járat. Tudtam, hogy az ügyelőnek le kell vennie a szerszámövét, ha be akar furakodni oda. Amint eltűnt szem elől, a kulcsát gyorsan belenyomkodtam a gyurmába. A negatívot kiöntöttem viasszal, aztán ezt körbe rajzoltam egy darabka fém hulladékon. Utána smirglivel finomítottam rajta. Kockázatos meló volt, két napba tellett. Kulcs a szabadsághoz. Ezután ki is kellett próbálnunk. Sétáljunk egyet. Már csak az őrt kellett kijátszanunk. A kuckójából pont rálátott a középút ajtajára. Menj, 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 menj! El kellett terelnünk a figyelmét. Hé, főnök, mi a helyzet? Már ezért szervezte be Charlie-t az akcióba. Mi lett a tegnapi eredmény? Charlie Smith született mesemondó volt. Csak úgy csűrte, csavarta a szavakat. Emlékszem, amikor egyszer... Szinte lyukat beszélt az ember hasába. Minden a tervek szerint alakult, csak a kulcs nem. Pedig fél időben emberhátrányból indítottunk. Akkor még jó volt a csapat. Nem akart bemenni a zárba. Ahhoz képest, hogy most milyen ratyi, egész jól végeztek. Láttam, ahogy az őr elindul kifelé. Egy pillanat és lebukunk. Kb. 6 éve lehetett, amikor az a bajszos öcsi, már nem is emlékszem, hogy hogy hívták. A kulcs végül becsúszott, az ajtó meg szépen kinyílt. Charlie, ne pofázz már annyit, menjünk! Ön majd később folytatjuk, főnök. Vagyis innentől már bármikor lejuthattunk az alagsorba. De oda lenne jóval nehezebb akadályt kellett leküzdenünk. Ahhoz, hogy elkezdhessünk ásni, előbb át kellett lyukasztanunk az alagsor kemény téglafalát. A műhelyben eszkábáltunk magunknak egy faltörő kalapácsot. Attól féltem, hogy valaki meghallja, ahogy döngetem a falat és jól bemószerol. De senki nem vett észre. Szerencsénk volt. A föld homokos volt és puha. De így is hosszú, kemény munka volt. A menetrend a következő volt. Az esti 7-es létszám ellenőrzésnél mindig jelen voltunk. Ezután Mark vagy én leslisszoltunk a középútra, persze Charlie segítségével. Hé, főnök! Hallom, hogy a muterja almatortája valami csúcs. Nagyon brutál. Igaz ez? A 9 órai létszám ellenőrzés után mindenkit bezártak a cellájába. Ezért, amikor Mark volt a soros, kitömtem a paplanját.
és megpróbáltam normálisan viselkedni. Létszám ellenőrzéskor 100%-osan meg kell győződnünk róla, hogy a fogvatartott a zárkájában van. De az ember elég könnyen hibázik, mert minden egyes nap ugyanazokat az arcokat látja. Lazánya vagy spagetti? Aki épp soros volt, hajnali 4-kor visszasurrant a helyére, miután újra kinyitották a varázskapukat. Mi miért nem kapunk soha ilyesmit? Legkésőbb 5 órára vissza kellett érnie a cellába, mert akkor volt a következő névsorolvasás. Egy hét ásás után elértük a következő körlet falát. A fal túloldalán már a csapadékvízzel vezető csatorna várt ránk. Mark a következő éjjel megpróbált áttörni rajta. Mennyei érzés volt. Egy lépéssel közelebb kerültünk a szökéshez. Vészlezárás, vészlezárás, mindenki vissza az árkájába! Mark körülbelül 20 perce volt odalenn, amikor a legrosszabb rémálmom vált valósággá. Kis hián szívrohamot kaptam. Rendkívüli létszám ellenőrzést tartottak, amihez mindenkinek haptákba kellett vágnia magát. Arra gondoltam, biztos meghallották, ahogy Mark kopácsol, és lebuktunk. Kínomban egyetlen megoldás jutott eszembe. Felkötöttem egy lepedőt a WC elé, ahogy máskor is szoktuk, ha ki kell menni. Nem bírja, ha nézik. Úgy csináltam, mintha Mark épp ott ügyködne. Jöjjenek vissza később, addigra végez. Gyakori, hogy a fogvatartottak egy lepedő vagy takaró mögött végzik el a dolgukat. Normális, hogy nem szeretnek így mutatkozni. Persze ez nem felel meg az előírásoknak. De nem szoktuk betartani, mert nem vagyunk kíváncsiak rájuk, ahogy a WC-n ülnek. Nem hittem el, amikor a smasszerek razziát tartottak. Kiderült, hogy az egész csak gyakorlat volt. Mark aznap éjjel átjutott a falon. Jól haladtunk. A szökéshez a következő feladat a biztonsági kapuk kinyitása volt. De mivel? Támadt egy ötletem. Kioperáltam egy rossz melegítő tálca szivattyúját, és a nyelére egy vágótárcsát applikáltam. Egész jól működött. Néhány éjszaka alatt átvágtuk vele a biztonsági kapukat. Se hittem, amikor a nehéz fémajtók egyszerre kitárultak előttünk. A csapadékvíz elvezető csatornát körbevevő rácshoz érve azonban kellemetlen meglepetésért. Arra számítottunk, hogy puhább fémből lesz, de ehelyett kemény, edzett acélból készült. A vacak kis flexünk nem bírt vele. Jól pofára estünk. Muszáj volt megoldást találnunk, mielőtt a csatorna patkányok rájönnek, miben mesterkedünk. Erősebb gépre volt szükségünk. Mondjuk egy szózol fűrészre. De vágóeszközt csak spéci melókra lehetett kivenni. Úgy kellett megigényelni, az ügyelő végig árgus szemekkel figyelte az embert. Főnök, elvihetem a szózolt. Lámpatesteket kéne szétkapni vele. Azt mondtam, az alkörletben van szükségünk a szózorra, de igazából az alagsorba akartam lecsempészni. A szerszám nyilvántartás kulcsfontosságú.
Mert ha egy fogvatartottnak alkalmas szerszámot adunk a kezébe, kiszabadulhat. Hiába őrizzük fokozottan az objektumot. Egy szemetes zsákba rejtettem el a szózolt néhány ventilátor alkatrész közé, mielőtt elindultunk volna szerelni. Elég ideges voltam, mert át kellett jutnunk egy ellenőrző ponton. Ha az őrök megtalálják nálam a fűrészt, elkezdenek kérdezősködni. Hívják az ügyelőt, nekünk meg annyi. Patakokban folyt rólam a víz. Már épp örültem, hogy kész vagyunk, amikor a szemetes zsákban kezdett matatni. Ahogy félrerakta egy asztalra, azt hittem végünk. Hey John! John! Figyelj csak! Ekkor jött Charlie. Milyen volt már az a harmadik kísérlet? Láttál már valaha ilyen pontos dobást? Ilyen gyönyörűen szép spirált? Ja. Ne, neked nem jött be, pedig gyönyörű volt. Semmit se kérdeztek. Fellélegezhettünk. Az alagút bejáratához érve egy mondva csinált ürüggyel leszakadtam a többiekről. Nem baj, ha átviszem ezeket az alkatrészeket a D-körletbe? Okay. Jó. Megvártam, hogy eltűnjenek szem elől, mielőtt akcióba léptem volna. Igyekeznem kellett, mert a 2 órás létszám ellenőrzésre vissza kellett érnem. Nem tudtam volna kimagyarázni magamat, ha valaki rajta kap odalem. Amikor elértem a csapadékvíz elvezető csatornát, úgy éreztem, hogy már majdnem kint vagyunk. Gyorsan kellett dolgoznom. Minél tovább vacakolok, annál nagyobb az esélye, hogy valamelyik csatorna patkány lefülel. De az acél annyira kemény volt, hogy egyetlen ráccsal 30 percig bíbelődtem. Kezdtem bepánikolni. Baromi lassan haladtam, és iszonyatos zajt csaptam. Muszáj volt kockáztatnom, mert többször nem hozhattam le ide a szózolt. Három órámba tellett, de sikerült végeznem. Olyan sok rácsot fűrészeltünk el, hogy csak időkérdése volt, mikor tűnik fel valamelyik őrnek. Legalább hetente végig kellett járnunk az alagútrendszert. Ellenőriznünk kellett, nem szivárog-e valamelyik cső. És nem látunk-e szökési kísérletre utaló jeleket. Az óra ketyegett. Muszáj volt lépnünk. Úgy számoltuk, hogy kb. 6 óra lesz átjutni a csapadékvíz elvezető csatornán, de nem tudhattuk, milyen akadályok merülnek fel. Ha bármi megakasztja a sztorét, hülyeség lett volna mindhármunknak lebukni. Mi legyen? Valakinek előre kellett mennie. Markkal feldobtunk egy pénzt. Írás! Fejlett. Akarsz első lenni? Na, náhogy akarok. Többször is átbeszéltük, hogy miután Mark épségben kijutott, az egyik körlettársunkat megcsörgeti a becsempészet mobilján. Mi Charlie-val másnap utána megyünk, és egy kaszinóban találkozunk vele Michigan City-ben. A Blue Chip kaszinóban leszek. Addigra kölcsön kéri egy beszervezett haverja kocsiját. Vigyázz, egy őr! Minden oké, emberek? Minden zsír, főnök! 2009. július 10-e. Hello, főnök! Mi a helyzet?
Mark a 12 órai létszám ellenőrzés után futott neki. Starsky és Hutch, vagy inkább Kojak? Lehet, hogy csak ideges volt, de furán viselkedett. Sok sikert, számítok rád. Kint találkozunk. Éjszakára szokás szerint kitömtem Mark paplanját. Az járt a fejemben, hogy biztos megfeledkeztünk valamiről. Vagy mi lesz, ha Mark beszorul a csapadékvíz elvezető csatornába? Vajon sikerül-e kijutnom és viszont látnom az apámat? Három rab szökni készül az indiánai állami börtönből. Lance Betville fogva tartottnak, meg kell tudnia, hogy a cellatársa kijutott-e, mielőtt ő is nekivágna. Egész szombaton vártuk, hogy Mark bejelentkezzen. Már tiszta ideg voltam. Aztán este felé Charles végre meghozta a hírt. Jelentkezett. Kijutott. Sikerült neki. Kb. 5 perce hívta Wolfot az emeleten. Hazamész, barátom. Haza fogsz menni. Nem sokára, nem sokára! 2009. július 12-e. Röviddel hajnali 5 után másztunk le a csatornába. Legközelebb 10 órakor volt létszám ellenőrzés. Kevesebb, mint 5 óránk volt rá, hogy minél messzebbre jussunk a börtöntől. Erre, gyere már! Fantasztikus érzés volt, ahogy egymás után simán átjutottunk a szétvágott biztonsági kapukon. Bemásztunk a csapadékvíz elvezető csatornába. Iszonyatosan szűk volt. Még 60 centisa volt a keresztmetszete. Úgy kellett vonszolnunk magunkat. Ha menet közben bepánikol az ember, tutira ott marad. Aztán elérkeztünk az alakuló téren lévő rács alá. Charlie nagyon szenvedett. Elég nagy darab ember. Nem mertem volna fogadni rá, hogy képes lesz folytatni. Kész vagy? Aha. Kiderült, hogy a csapadékvíz elvezető csatorna elhajlik, mint valami szifon. Bírod? Jól vagyok. Menjünk. Egy 3,5 méter hosszú vízzel teli gázzár volt. Csak úszva lehetett átjutni rajta. És aki egyszer elindul, az nem fordulhat vissza. Vagy sikerül neki, vagy megfullad. Aztán egyszer csak kint voltam. El se hittem. Nem vártam Charlie-ra. Mennem kellett, mert az idő egyre fogyott.
Összesen 3 órába tellett, mire elértem a 10. utca alatti csapadékvíz elvezető főcsatornát. Ez már legalább 6 méter széles volt. Egy teherautó is elfért volna benne. Gyerünk, ember! Arra van a kijárat! Mozgás! Hónapok óta erre a pillanatra vártam. Ezért imádkoztam minden áldott este. Öregem, ez gyönyörű. Na jó, menjünk. Hirtelen elvakított a fény. Több mint 10 éve nem jártam a szabadban. Tiszta a levegő. Gyere, menjünk, nyomás! Minél előbb el kellett jutnunk a kaszinóba, hogy onnan kocsival menjünk tovább. 7:45 van, igyekeznünk kell! Blue Chip Casino, Michigan City. Besétáltunk a Blue Chipbe. De Mark nem volt sehol. Hello, meg tudnám mondani, hogy Mark Boer nem hagyott-e nekünk üzenetet? Nem, nincs üzenet Mark Boertől. Nincs? Mindegy, később visszanézünk. Köszi. Megpróbáltam higgadtnak látszani, de nem akartam elhinni, hogy így kibabrált velünk. Nincs itt. Rossz előérzetem van. Reggel 10 óra. Na jó, nem várhatunk tovább. Tűzzünk innét. Ledöbbentem. Elsőre az ugrott be, vajon hogy csinálták? Hogy a fenébe tudtak kijutni egy ilyen intézményből? Nem kis lelemény kellett hozzá. Gregolin? Amikor a helyszínre értem, teljes volt az űrzavar. Az első 12-24 órának kritikus jelentősége van az embervadászatban. Mark Gregolin sheriff vagyok. Ha ez alatt nem sikerül a célszemélyek nyomára bukkannunk, onnantól akár egy járművön, vonaton, repülőgépen is ülhetnek. Megnézhetném a kartonjukat? Akárhol lehettek. Arra gondoltam, hogy 2 gyilkosságért és egy nemi erőszakért elítélt bűnöző szabadon jár kell a világban, ezért nem hibázhatok. Lance Betrill súlyos szexuális bűnelkövető, és talán ebben a pillanatban is épp megerőszakol valakit. Na jó, tudjátok, mi a dolgotok. Ki kell derítenünk, merre felé laknak családtagjaik, barátaik. Az összes rendelkezésünkre álló eszközt bevetettük. Eredeti felvétel. Legalább 50, de lehet, hogy 75 rendőr is a szökevényeket kereste. A 3 szökött rab a 90-es évek végétől élvezte az indiánai állami börtön vendégszeretetét, ahol fejenként legalább 30 évet kellett volna leülni. Egyelőre nem tudni a trió, miként játszottak ki az őrséget, és jutott ki a fegyház alatti alagút rendszeren. Július 13-a. Egész éjjel az erdőben bujkáltunk a zsaruk elől, így teljesen készek voltunk. Végig Mark járt az eszemben. Hazudott volna? Írás? Fejlett. Aztán összeraktam a sztorit, és végre leesett a tantusz. Akarsz első lenni? Na, hogy akarok. A fószer csak azért barátkozott velünk, hogy segítsünk neki megszökni a sítről. Kint találkozunk.
Minket meg jól pofára ejtett a kaszinónál. Minél többet gondoltam rá, annál biztosabb lettem benne, hogy átvert. Hey. Figyelj, indulnunk kell. Kb. Fél óra múlva elértünk egy lakónegyedbe. Jó van, ember. Csináljunk úgy, mintha kocognánk. Necces, de nincs más út. Erre, rajta. Gyere. Észrevettem egy SUV-ot az út szélén. Valami miatt gyanúsnak tűnt nekem a benne kuksoló fickó. Szerintem zsaru. Nem mertem visszanézni, de biztosra vettem, hogy követ. A tarkómon éreztem a tekintetét. Itt menj el balra! Befordultunk a sarkon, de egyirányú utca volt. A csávó csikorogva fékezett le előttünk. Álljanak meg, rendőrség! A végén még szitává lő bennünket. Állj vagy lövök! Rohantam tovább. Csak úgy állíthatott volna meg, ha lepuffant. Feküdjön a földre! Ahogy hátra néztem, láttam, hogy épp megbilincseli Charlie-t. Úgy számítottam, hogy kb. 20 percen van, mielőtt az egész környéket ellepnék a zsaruk. Egy darabon a sekélyvízben futottam, hogy a kutyák elveszítsék a nyomomat. Egy kis ligethez értem, ahol megpróbáltam elrejtőzni. Aztán hirtelen hangokat hallottam. Engem kerestek. Egyre közelebb és közelebb jöttek. Hirtelen egy pár bakancsot pillantottam meg. A rendőr olyan közel volt, hogy ha lenéz a földre, biztosan észrevesz. Lance Betrill a szökött rab még mindig bujkál. Egy rendőr csupán centiméterekre van a rejtek helyétől. Lélegzett visszafojtva figyeltem, csak a szemem mozgott. Egy örökké valóságnak tűnt, de végül megfordult és elment. Addigra majd kiugrott a szívem a helyéről. Eredeti felvétel. A lakóktól azt kérjük, ha bármilyen gyanús dolgot észlelnek, vagy látják a körözött szemét, azonnal hívják a rendőrséget. Mert valószínűleg még mindig a környéken tartózkodik. Én egyedül az apámat szerettem volna látni. Úgy döntöttem, hogy elindulok haza. Kevés volt a pénzem, de tudtam, hogy valahogy csak odaérek. Rockport, Indiana, 2009. július 21-e. A szülővárosomba érve fura érzésem támadt. 13 évet töltöttem a sitten. Most minden olyan idegenül hatott ezen az ismerős helyen. Úgy éreztem, mintha minden és mindenki engem bámulna. De arra gondoltam, sikerült, hamarosan viszont láthatom az apámat, hogy utána mi lesz, egyáltalán nem érdekel. Nagyon megszomjaztam, ezért besétáltam egy kis boltba, ahova sokat jártunk azelőtt. Én
És egy pár másodperccel később, nem akartam elhinni, ott állt az apám. 13 év alatt se felejtettem el, hogy néz ki. Teljesen ki voltam borulva. Oda mentem hozzá, és azt mondtam. Szia! Jó rég találkoztunk. Hosszasan rám nézett, aztán fény gyúlt az agyában. Lesz! Apu! Olyan boldog volt. Hogy vagy, minden rendben? Jól vagyok. Van itt valaki, akit látnod kell. Épp a hűtőben kotoráztam, amikor Patrick odaszólt nekem. Jerry, nézd, ki van itt! Megfordultam, és láttam, hogy ott áll mellette valaki. Nem tudtam, ki az, ami közelebb nem mentem. Lance! Megöleltem, erősen magamhoz szorítottam. Szerettem volna begyömöszölni a zsebembe és örökre ott tartani. Nagyon féltem, hogy valaki fel fogja ismerni Lance-t. A mennyországban éreztem magam. Hazajött a fiam, az én tékozló fiam. Mi történt veled, apu? Túl vagyok egy pár kezelésen, de most jól érzem magam. Amikor csend lett, így szólt. Apu, el kell mondanom, hogy nagyon sajnálom, amiért ekkora bánatot okoztam nektek. Azt mondta, tudod, apu, te vagy az én egyetlen apukám, és nagyon szeretlek. De én meg azt mondtam, hogy szerintem fel kéne adnod magadat. Teljesen igazad van. De nem tudom, mit tegyek. Minden azt súgta, hogy azonnal el kell tűnnöm, mert a sheriff legelőször a szüleimnél fog keresni. 11 óra 40-kor hívtak, hogy Lance Betrayal az anyja házában tartózkodik, az Indiana állambeli Rockportban. Miért nem menekültem? Talán mert úgy éreztem, a sitten a helyem. Ti a hátsó kert felé menjetek! Mrs. Lynch, itthon van a fia? Elmondtam az asszonynak, hogy be kell mennem, és át kell kutatnom a házát. Odafenn alszik a hálóban. Nagyon féltem, hogy le fogják lőni. Ha magának azt mondaná valaki, hogy fel kell adnia a gyerekét, és soha többet nem találkozhat vele, maga mit szólna hozzá? Okoli érzés volt. Azt hittem, az életben nem látom viszont. Másnap bejelentést kaptunk, hogy Mark Boer egy hotelben szállt meg Indianapolis északi részén. Állj, ne mozdulj! Kezeket tarkóra! Nagyon meglepődött, amikor kikaptuk az ajtót a helyéről. Keljen fel, ki az ágyból! Most! Egész idő alatt egy szót sem szólt. Egyetlen szót sem. Egyszerre éreztem örömöt és megkönnyebbülést. Néha hetekig, sőt hónapokig eltart egy ilyen műsor. De nekünk sikerült 11 vagy 12 napon belül mind a három szökevényt őrizetbe vennünk. Pendleton fegyintézet, Indiana. Napjainkban. Napi 23 órában be vagyok zárva a cellámba. Mégis megérte megszökni. Mert még láthattam az apámat, és elmondhattam neki mindazt, ami nekem a legtöbbet jelent a világon. 2 hónapra rá meghalt. Közreműködött Hász van der Péter és Vas Gábor.
Munkatársak: Farkas Balázs, Férentáj Bernadett, Salgai Róbert, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Hegyi Eszter. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.